Idén is több százan gyűltek össze a Dombóvár szőlőhegyi Szent Anna kápolnánál, hogy a névadó előtt katolikus szertartásrend szerint megtartott búcsúval tisztelegjenek. A hagyomány szerint Szent Anna Szűz Mária édesanyja, vagyis Jézus nagymamája volt. Sveta Anna i nas potiče da volimo. A hívek kétnyelvű horvát és magyar misét hallhattak, itt ennek már komoly hagyománya van. Nem csak innét a szőlőhegyről és a városból jönnek el, hanem mindig érkeznek távolabbról, vidékről is vendégek, akik részt vesznek ezen a már hagyománynak számító Szent Anna búcsún itt a kápolnánál. A Dombóvár szőlőhegyi Szent Anna kápolnát közel 20 éve újították fel, azóta a helyi horvát önkormányzat elnökének családja és civilek tartják rendben az épületet és a környéket. Az előtte található forrásról úgy tartják, hogy betegségeket gyógyít. Abszolút leromlott, nagyon rossz állapotú volt, és mondhatom, hogy akkor mindenki mesterek mellé álltak, és hát gyakorlatilag nagy örömünkre akkor újra szentértek, és innentől datálódik az, hogy igazából kézbe vettük Eskütt Norberttal, igazán ő, aki még mellettünk áll, dombóvári vállalkozó, akik gondoskodnak a kápolnáról. Kakasdomb mindig is fontos szerepet töltött be Szent Anna ünnepe. Ilyenkor gyakran a szomszéd településekről is érkeznek hívek, illetve a helyi nemzetiségi egyesületek is részt vesznek az eseményen. Általában a szentmisével kezdődik. A mai szentmisén is Szent Anna énekkel készültünk, és így indul a napunk, így lesz teljes, és úgy gondolom, hogy az Anna, Szent Anna példaképünk, nagyszülőknek felelősségünk, hogy a nemzedéket, az utódokat, unokákat ilyen vallásos életre neveljük. A szentmise után agapéra hívták a résztvevőket, később többen kilátogattak a római katolikus templom melletti füves területre, ahol kirakodó vásár, körhinta, dodgem, ugrálóvár és lánchinta várta a gyerekeket.